Tudtad, hogy a Bagosi Brothers Company olyan ő című dala már a 45 millió megtekintést is meghaladta a YouTube-on. Szerinted mi vezethetett ehhez a sikerhez? Gál Viola vagyok, harmadéves kommunikáció és média tudomány szakos hallgató, és a Bagosi Brothers Company rajongói közösségének tevékenységét vizsgálom. Ez is egy kutatási terület, és én is nemrég jöttem rá, hogy ez létezik. A zenekar 2013-ban alakult Erdélyben Gyergyószentmiklóson, és most egy öttagú formációban zenélnek. Mostanában nagyon sok helyen találkoztam azzal az állítással, hogy az erdélyi zenekaroknak nagyon nehéz betörni a magyar zenei piacra, és sokkal kevésbé van lehetőségük megmutatni magukat a nagy közönségnek, mint azoknak a zenekaroknak, akik itt alakultak Magyarországon. A Bagosi Brothers Company sikerét viszont már 2019-ben Fonogram díjjal illették, és azóta is számos sikert ért el a zenekar, és nagyon szeretik őket Erdélyben és meg Magyarországon is. Gyergyóiként fontosnak tartottam megvizsgálni azt, hogy az erdélyiség miként járul hozzá a Bagosi Brothers Company sikeréhez, és az Olyan ő című dalban megjelenő népies elemek miként segítenek hozzá ehhez. Ez a dal azért különleges, mert nem csak a zenekart hallhatjuk benne, hanem egy másik énekhang is felcsendül Bíró Barbie személyében. A videó alatti kommenteket olvasva felfedeztem, hogy valakinek egyáltalán nem tetszik az Olyan ő dal, mások meg egyenesen imádják. A hozzászólások többségében népiesként hivatkoznak a dalra, és ezt mindig, minden esetben Bíró Barbie nyers, markáns és székely énekhangjára vonatkoztatják. A kutatásaim eredményei azonban azt mutatták, hogy nem csak emiatt népies vagy autentikus a zenekar, hiszen ott van mellette még a hangsúlyozás, a ritmus és számos egyéb népies jellemző, amit egyenként be fogok mutatni nektek. A Bagosi tagjai életében fontos szerepet tölt be a népzene, több tagjuk mai napig is aktívan játszik népzenei hangszeren. A ritmus, a hangsúlyozás és pár népzenékre emlékeztető kifejezés ugyan megjelent a komment szekcióban, de a többi népzenei eszköz nem tűnt fel a közönségnek. A kutatási eredményeimet egyébként a hozzászólások megvizsgálásából gyűjtöttem, megnéztem a hivatalos videoklip alatti összes kommentet, a home session verzió alatti hozzászólásokat és a közösségi média felületeken is gyűjtöttem pár értékes gondolatot a rajongóktól. Emellett mély interjúkat készítettem pár kiemelkedő tevékenységet folytató Bagosi rajongóval, akik például Insta oldalt üzemeltetnek, aminek a Bagosi a témája, vagy rajongói fanfictiont írnak, vagy csak szimplán nagyon sokat posztolnak a Hegyi Levegő nevű rajongói Facebook csoportba. És akkor nézzük, hogy milyen népies elemek jellemzőek az Olyan őre és az egész zenekarra, és mit vesz észre ebből a közönség. Az oktávtörés a népdalokban gyakran használt eszköz, és ez az Olyan ő dalban is megfigyelhető, az Akarod sor résznél, és ez nagyon sok hozzászólásban is feltűnt. Amikor egy népdalénekes oktávtörést alkalmaz, akkor a sor utolsó szótagát egy oktávval magasabban énekli ki, mint a sort, és a Bíró Barbie is ezt az eszközt használja az Olyan ő dalban. A tájszólás, a székely akcentus és a jellegzetes zárt e hangzó is nagyon sokaknak feltűnt a videó alatt és a mély interjúban is. Barbie több interjúban is nyilatkozta, hogy sosem tanult énekelni, ez a rajongóknak fel is tűnt a hozzászólásokban, és többnyire pozitívan értékelték azt, hogy Barbie-nak ennyire nyers, markáns és őszinte, autentikus, eredeti a hangja. A női énekhang mellett azonban egyéb népies jellemzők is megtalálhatóak az Olyan ő dalban, mint például a hangsúlyozás, a ritmus, a pentaton hangsor, terces építkezés, glisszandók és a népdalokat idéző kifejezések. Távolabb lépve az Olyan őtől azt is megvizsgáltam, hogy milyen egyéb motívumokat tartanak autentikusnak a zenekarral kapcsolatban, amelyek szintén az erdélyiséghez kapcsolhatók. Ezek az autentikus jegyek nem csak a zenéjükben mutatkoznak meg, hanem a képi világban is. Több videoklipjüket Erdély helyszínen forgatták, emellett a webshopukban is találhatóak erdélyiségre utaló termékek, a hegyi levegős bögre és a logójukban is felfedezhető az erdélyiség. Fontos számukra az otthonuk, Gyergyó, ezt több mély interjú alanyom is említette, és azzal indokolták, hogy felkarolják például a kisebb gyergyói zenekarokat, mint a No Sugar, a Teddy Queen vagy a 4-es Street. Az együttes hű önmagához a legtöbb hozzászólás szerint azért tud autentikus maradni, mert azokat a tulajdonságaikat emelik ki, amivel valóban rendelkeznek, és nem akarnak másnak látszani, mint amik a valójában. Remélem ezután a videó után másként fogsz tekinteni az Olyan őre, és észreveszel olyan jellemzőket is, amik eddig nem tűntek fel a dalban. Nekem egyébként a Királyném a kedvenc Bagosi dalom, neked melyik? Írd meg kommentben!